Üdvözlöm Önöket, a Riasztást látják, Kislégi Nagy Rudolf vagyok. Halálos Iránban, autós üldözés, mint az akciófilmekben. A kecskeméti rendőrök szolgálatában nem ritka a hajsza a menekülő elkövető nyomában. Balhés. Cifrák András azt állítja, hogy egy papírpohár miatt került előzetesbe. A Békés megyei férfi állítólag a magyar-román meccs alatt támadta rendőrökre. Autós üldözés, mint az akciófilmekben. A menekülő elkövetők legtöbbször valamilyen tudatmódosítószer hatás alatt cselekszenek. Pár éve rendőráldozatot is követelt egy bűnöző elfogása. Egy átlagos hétvégi szolgálatnak indult a kecskeméti rendőri járőrök szombat estéje. Észleltünk egy gépjárművet, ami már korábbról ismerős volt számunkra a rendszáma alapján, egyéb szabálysértések kapcsán, hogy elindul egy ismert szórakozóhely elől, majd pedig az utcából kihajtva ismét egy szabálysértéssel kezdte az éjszakai rohanását. Ez milyen szabálysértésről beszélünk? Egy kötelező haladási irány jelzőtáblát hagyott figyelmen kívül a fiatalember. A 22 éves BMW-s férfi nem volt ismeretlen a helyi rendőrök előtt. Ittas vezetés és gyorshajtás miatt már több eljárás is indult ellene. Ezen az estén a tőzshely előtt várták a rendőrök. Mivel már előző héten is sikerült neki ugye lerázni a rendőröket, akik tulajdonképpen akkor is mi voltunk, ez most nem jött neki össze. Hát minden kerék annyit fordul lefelé, mint fölfelé. 10 perces őrült éjszakai álmokfutás vette kezdetét Kecskemét belvárosában. Az ittas sofőr két utassal 100-140 km/h sebességgel száguldozott a szűk utcákban, piros lámpákon áthajtva. Végül több városi kör után egy külvárosi részen fogták el a rendőrök. Az autós üldözésben nagy rutinjuk van a Bács-Kiskun megyei rendőröknek. Nyugodt hétköznapokon is megesik, hogy egy 50 perces hajsza indul. Éjfél 10 perccel körülbelül az ügyeletesünk kiadott egy körözvényt, amely szerint elloptak egy gépjárművet tőlünk egy 3-4 kilométerre. Egyből mentünk is a helyszínre. A közelben lévő rendőrök egy percen belül megtalálták a keresett kocsit, felkapcsolták a megkülönböztető jelzéseket, de ekkor a sofőr inkább a gázra lépett, és megkezdte az egy órás menekülését városokon, falvakon át. Észleltük a géperőt, amit haladt Pest felé az 5-ös számú úton, akkor feltettük a fény és a hang megkülönböztető jelzést, megállásra szólítva fel, ennek nem tett eleget, elkezdett gyorsítani. Ekkor kértem rádión keresztül segítséget, amit a kollégám is hallott, aki az autópályán teljesített szolgálatot. Folytattuk a gépjármű követését, majd felhajtott az M5-ös autópályára. Az autópályán már 10 járőr követte a furgont. A lopott kocsi sofőrje mindent bevetett, hogy el tudjon menekülni. Többször veszélyes manőverbe kezdett, és próbálta a rendőröket leszorítani az útról. Sikerült megelőznöm az autót, azonban forgalmi akadály miatt fékezésre kényszerültem. Ezt kihasználva az elkövető rá is húzta az én szolgálati kocsimra a lopott gépjárművet. A furgon sofőrje nem vette le a lábát a gázról, tartotta a 120-as tempót. Majd hirtelen a rendőrök egy B-kategóriás hollywoodi akciófilm jelenetébe csöppentek. A jobb egybe utazó férfi hátramászott a csomagtérbe, ahol belülről ki tudta nyitni a gépjárműnek a csomagtartóját, és a benne lévő különböző tárgyakat dobálta irányunkba. A strádát Örkénynél hagyták el, egészen Monorkül területéig jutottak, ahol pekükre egy zsákutcába hajtottak. Mennyit tudtak meg elmenekülni? Egészen a kertészet kerítéséig, tehát onnantól meg gyalogosan is egy sakmat helyzetbe kerültek saját maguk által, hiszen ugye a parkolóban az út is elfogyott az autó alól, illetve a kertészet, mivel hajnal egy óra körül jártunk, akkor már zárva volt, tehát a kerítés megállította őket is. A futásnak előtt két férfi kezén végül kattant a bilincs. Ők milyen állapotban voltak? Elfogásukkor mind a két járműben utazó személy, mind a sofőr, illetve az utas rendkívül zavart állapotban voltak. Ebből esetleges gyanú merült fel arra, hogy bármilyen bódító hatású szer alatt követték el ezt a tettüket.
Miután a 26 és 21 éves férfit vérvételre vitték, azonnal kiderült, hogy kábítószert fogyasztottak. Ezért is lehettek ennyire merészek és vakmerők. Mondjuk mennyire tudta ezt a cselekményt fölfogni? Magyarán szólva, hogy mennyire észlelhető azt, hogy mondjuk őt üldözik a rendőrök, és így tovább, és így tovább, vagy pedig igazán volt totálisan betépve, ösztönszerűen száguldott, és csak a véletlen és a szerencsém múlt, hogy az egy órás száguldás alatt ezek a kecskeméti gyerekek mondjuk nem öltek meg 6-8 embert. Egy átlagos hétvégén közel 300 ezer ember fogyaszt valamiféle tudatmódosító szert, de közülük csak 1-2%-uk kerül kórházba, vagy követel valamiféle bűncselekményt. A kecskeméti járási és nyomozó ügyészség mindkét férfit hivatalos személy elleni erőszak büntettével vádolja. Ezen túlmenően az idősebb vádlottat további 4 bűncselekmény elkövetésével, közúti veszélyeztetés büntettével, rongálás büntettével, bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségével és cserbenhagyás vétségével vádolja az ügyészség. A fiatalabb vádlottat a hivatalos személy elleni erőszak büntettén túlmenően közlekedés biztonsága elleni büntettel is vádolja az ügyészség. A kecskeméti üldözés nem követelt halálos áldozatot. Radovics Dusán rendőrt viszont halálra gázolt az ittas és bedrogozott Pór Zoltán még 2010. július 23-án a keleti pályaudvarnál. 12 év fegyházat kapott érte. A férfi pontosan emlékszik a bűncselekmény napjára. Egy szabálytalan sávváltás miatt akarták megállítani a rendőrök Zuglóban a Bosnyák térnél. Szóltak nekem, hogy eléggé furcsán, hogy na, húzódjanak félre. Hát én akkor pont veszekedésben voltam a feleségemmel, ekkor. És ekkor mondtam egy olyat, amit nem kellett volna ott a rendőröknek, és akkor én lefordultam jobbra. Mit mondott a rendőröknek? Hogy kapjatok el, ha tudtok. A tragédia a keleti pályaudvarnál következett be. A férfi pontosan emlékszik a bűncselekvény minden pillanatára. Én nekem tervem volt az, hogy megállok. Vártam egy picit, hogy hagy nyugodjanak. Nem történt volna meg ez, ha ők akkor nem rohannak felén fegyverrel. Ez az egészben, ez az egésznek a legkiváltóbb okja. Most józan azt mondom, hogy valószínűleg a rendőr alapjárata nem akar megölni senkit. Nem akar lelőni senkire ok nélkül. De ott akkor abban a felfokozott állapotban, abban a 30-40 fokos melegben, abban a amfetamin hatására úgy éreztem akkor, mivel láttam rajta egy ilyen, tehát hogy láttam, hogy kiveszi a fegyverét, felhúzza a fegyverét, biztosít rajta, aláfog, és majd rohan felém, és ordít felém, és közben a másik pedig üti az autónak az elejét, és eközben a feleségem sikoltozik az autóban olyan hangszinten, hogy még soha nem láttam. Ekkor, akkor abban a pillanatban nekem az ugrott be, hogy itt lőni fog. Mit csináljak? Mennem kell. Indítottam, és ahogy az autót beindítottam, abban a szent pillanatban a bal oldalt levő rendőr rám lő. Ekkor dördült el az első lövés. Az akció közben az egyik rendőr, Radovics Dusán a BMW mögé került. Pór Zoltán menekülni akart, és rátolatott a fiatal zászlósra. Az álmokfutót végül a Gubacsi úton fogták el, akkor is csak azért állt meg, mert az összetört autóval már nem tudott tovább hajtani. Az, hogy az az ember, hogy meghalt, az akárhogy veszük, az én hibám. A drogoknak eltérő élettani hatásuk van, mindegyik másképpen ürül ki a szervezetből. Egy marihuana cigaretta elszívását követően kb. 3-4-5 óra az, ami valaki mondjuk szerhatása alatt áll, kokainnál esetleg 6-8 óra is lehet, amfetaminnál szintén 6-8 óra is lehet maga a konkrét hatás, de ettől még maga a kimutathatósága sokkal inkább elnyúlhat, hiszen mondjuk egy marihuana cigaretta elszívását követően akár egy héttel is még pozitív lehet valakinek a vizelet mintája. Amfetamin az gyakorlatilag 72 órán keresztül ürül a szervezetbe, a kokain is. A közlekedés biztonsági szakember szerint
Autós üldözés esetén sosem szabad beavatkozni. A legjobb kitérni a megkülönböztető jelzést használó jármű elől. Ha például előtte vagyunk, ugye, akkor igyekszünk még akkor is, hogyha nem tartjuk be a szabályokat, mi segítjük ezzel a rendőr munkáját, hogyha most elő van írva, hogy 50 km sebességre szabad haladni, de mi mondjuk azért, annak érdekében, hogy a rendőrautót elengedjen, akkor lehet, mert mi ezért nem fognak bennünket megbüntetni, hiszen annak érdekében mentünk gyorsan, hogy a rendőrségi autót elengedjük. A magyar büntető törvénykönyvet 2012-ben szigorították. A törvény szerint, aki hivatalos személy elleni erőszak büntettét követi el, 2-től 8 évig terjedő, letöltendő börtönbüntetése ítélhető. Cifrák András azt állítja, egy papírpohár miatt került előzetesbe. A Békés megyei férfi állítólag a magyar-román meccs alatt támadta rendőrökre. Ha megáll az ügyészi vád, akár évekre rács mögé kerülhet. Szurkolók és rendőrök összecsapása a szeptemberi magyar-román Európa-bajnoki labdarúgó mérkőzés napján. 38 rendőr és több szurkoló is megsérült, 51 embert vettek őrizetbe, sokukat gyorsított eljárással ítélték el, voltak itt több mint 3 éve letöltendő börtönre. A Békés megyei Újkígyóson látogatta meg a riasztás stábja Cifrák Andrást. Korábban előzetesben volt, most házi őrizetben van. A nyomozó hatóság szerint a rendőrökre támadt. Tudtuk a sorsolást, hogy Magyarország-Románia lesz, nagyon régóta készültünk erre, sokan, ugye nagy esély van arra, hogy kiüssünk az EB-re, mint utólag kiderült, ki is jutottunk. A Facebook oldalon volt egy felhívás, hogy magyar-román meccsre buszt indítanak, és lehet jelentkezni. És akkor mi jelentkeztünk egyik barátommal, ugye 40-42-en indultunk el. Innen Békés megyébe, igen. 40-42-en indultunk el a meccsre. Voltak velünk gyerekek, voltak velünk párok. Megérkeztünk meccsre, minden normálisan működött, nem volt semmi gond. Hol tette le önöket a busz? Hol ment a busz? Népligetben, hát kitett minket a busz. Közölték velünk a szervezők, hogy 12:30-kor találkozunk este meccs után. Mondtuk, hogy jó, mindenki ment, amerre látott. A barátom, hogy elmentünk a Grupa Marinához, a Sasszoborhoz, lefényképezkedtünk, lementünk az aluljáróba. Ott is ugye, beszélgettünk, vettek sálat a srácok, majd csapódtak hozzá még 3-4-en, visszamentünk ugye a térre, ott a Szögletpresszó környékére. Ott beszélgettünk, iszogattunk, jöttek ismerősök, nem ismerősökkel beszélgettünk, és egyszer csak azt veszük észre, hogy hangos bemondón rendőrség közel egy olyat, hogy mindenki vonuljon be a Népligetbe, mindenki vonuljon be a rendőrség területére. András mondta a rendőröknek, hogy ő a stadionba szeretne menni. Elkezdték lőni a könyvgázt. Látta, hogy egyébként, hogy volt valami konfliktus? Hallottam, hogy kiabálás van, és akkor kinéztünk, ugye mi a kőfalnál voltunk, ott a kapufa oldalánál, és a Szögletpresszó oldalánál, és amikor mi kinéztünk, akkor láttuk, hogy egy 20-30 fős brigád, meg a rendőrök összeakaszkodtak valamin. Nem tudom, gondolom, nem tetszett nekik azt, hogy be akarták őket zavarni az utcáról, és elkezdték lőni a könyvgázt. De olyan módon, hogy egyszerűen nem lehetett látni, olyan füstfelhő volt. Vannak róla képe, meg tudom mutatni. És ugye ott gyerekektől kezdve mindenki volt. Én gyorsan fogtam magam, mondom a barátomnak, hogy elmegyek, fölveszem már, mit csinálnak a rendőrök, meg mi az a balhé. Közben egy srác, ismeretlen srác, kezemben nyomott egy símaszkot, hogy húzzam föl, mert szét fog majd a könyvgáz. Jó, rendben, fölhúztam, gyorsan elmentem, kameráztam, végigmentem a rendőrsor fölött, kamerával végig kameráztam. Utána fölkaptam egy kisgyereket a földről, adtam az anyukájának, mert egyszerűen elesett. Mondtam anyukájának, hogy takarja az arcát, mert szabályosan nagyon martigázhat minket, mart nem vagy egy gyereket. És oda kiabáltam a rendőröknek, hogy minek lövődök ide a könyvgáz, tele van mindenki, minden gyerekkel. Erre nem reagáltak semmit, csak ment a hangosban, hogy vonuljanak, és elkezdték hajtani befelé a tömeget a Népligetbe. Ja, és utána utólag kiderült, hogy van egy videófelvétel, ami után engem ugye elvittek, hogy én lehajolok a földre, fölveszek a vádiratba egy tárgyat, és a rendőr sorfal felé dobom, ami nem éri el a sorfalat. Most ez a tárgy az ügyészi meghallgatáson kiderült, hogy egy műanyag pohár volt, amit én fölkaptam a levegőből, nem tudom miért. De emlékszik erre, hogy föl? Én nem emlékeztem, a videón láttam, de jelentékte egy üres műanyag pohár volt, ami a sört nem tartja meg, ilyen össze lehet gyűrni, azt fölöltem a levegőbe, cikerült és leesett elém. Odajön a rendőrsorf, odajön elénk, mondom a rendőrnek, megint csak a készjelentés rendőrnek, hogy beszeretnénk menni a stadionba, itt éljen. Mutatta is a jegyet? Mutattam, megfogta a kezemből, kivette jegyet, ledobta a földre. Jó, fölvettem a földről, kilépett egy tiszt, kérdezte, hogy mi a gond, mondom, az a gond, hogy mondom, én a stadionba szeretnék menni, mert itt a jegyem, a barátom a kivetítőz, itt egy egész rendőr sorfa, egész a Hungária körültik, hol menjünk, mindegy, Békés Csabaiak vagyunk, hogy menjünk el innen. És akkor a tiszt
normális emberi nyelven közölte velünk, hogy menjünk végig nyugodtan a sorfal előtt. András ezután bement a stadionba, megnézte a meccset, majd a Népligetben találkozott társaival a megbeszélt helyen. Ezután felszálltak a buszra és hazamentek Békés megyébe. Majdnem egy hónappal később kopogtattak nála a rendőrök. Szeptember 4-én volt a meccs, itt szeptember 30-án megjelentek a rendőrök nálam egy fényképpel, amin egy fekete pólóba vagyok Magyarország felirattal, az oldalmai egy magyar sál, rajta egy oldaltáska és egy rövid nadrág. Közölték velem, hogy ez a fénykép alapján ők jöttek értem és házkutást szeretnének tartani. Közölték velem, hogy jó, akkor fáradjak velük a rendőrségre, Békés Csabára. Jó, rendben. Akkor sem vettem még semmi komolyat ebből, hogy bármi lehetne. Beraktak egy előállítóba, ott asszaltak egy 4 óra hosszát, miután megjelent 3 nyomozó Budapestről, közölték velem, hogy elfogató parancs van ellenem, és hogy a Teve utcába kell velük mennem kihallgatás céljából. Jó. Elindultunk. Ugye ott azért kaptam az ívet rendesen, mit képzelek én magamról, meg hogy dobálok. Az ügyészük közölte velem, hogy hivatalos személy erőszak ellen vállalt csapatosan felfegyverkezve, aminek a büntetés tétele ugye 2-től 8 évig terjed. Néztem rá furcsán, közölte velem, hogy dobáltam a rendőröket. Mondom meg, ügyész úr, mutassa meg, hogy hol dobáltam a rendőröket, mutat egy videófelvételt, ami alapján, ugye, amit én mondtam, fölvettem egy műanyagpalot a földről, fölöltem a levegőbe, cikálott és előttem leesett. Ugye, ami a vádiratban benne van, hogy egy alkalommal a rendőr sorfal fejét dobott, de az nem érte a sorfalat, előtte leesett. A BTK szerint a felfegyverkezve történő elkövetés alapvető feltétele, az élet kioltására alkalmas eszköz. Ha a Cifrák András valóban csak egy papírpoharat hajított el, az a legnagyobb jó indulattal sem nevezhető fegyvernek. Egy hónapig volt előzetes letartóztatásban. Mire számít? Első fokon el fognak ítélni mindenféleképpen, ebben biztos vagyok, ugye már ebből a bírói, meg az ügyészi indítványokból kifolyólag. Másodfokon szerintem már el fognak gondolkozni, és ha ott is kedvezőtlenítést születik, akkor a legfelsőbb bíróságon szerintem felmentenek, mert eleve igaz, azt mondta az ügyvéd úr, hogy a ügyész úr azt mondta, hogy jogi kérdésekbe fog eldőlni ez a per. Na most az, hogy volt-e hivatalos személy erőszak, volt-e garázdaság, volt-e csoportos, volt-e felfegyverkezve. Nem büntetlen előéletű? Nem voltam már büntetve. Az milyen jellegű bűncselekmény? Hát pont egy sportrendezvényen volt, tavaly télen egy futballbírónak adtam 2 pofont. Ugye ez is labda nyomott abban, hogy engem elvittek előzetesbe. De ott szurkolóként vagy játékosként? Játékosként. Játékosként 2 perccel a vége előtt, 2 lábszomszédom. Azóta ugye lefolytott a tárgyalás, már kaptam rá egy pénzbírságot. Ugye ezt ugye visszanézték a rendőrök, látták, hogy sportrendezvényen volt, az is, akkor valószínűleg csinált valamit. Én ebben tudok következtetni semmi másra. Akkor miért verte meg a bírót? Az én hibám volt. Ugye én futballista vagyok, az is voltam 86 óta, nem szólt volna így reagálnom egy dologra. Kicsit fölkaptam vizet, olyat fújtam, ami nekem nem tetszett. Én meg hirtelen halakból 2 pofont adtam neki, és levonultunk a pályára. Nem agresszív ember egyébként? Nem mondanám, csak nyerő típusú játékosnak tartom magam már a pályán. Cifrák nem is a 30 napos előzetest fájlalja a legjobban. Most engem ilyen helyzetbe hozott a ügyészség vagy rendőrség. Nem én hoztam magamat ilyen helyzetbe, mert én szurkolóként minden meccsen szinte ott vagyok. Ilyen helyzetbe hoznak, ugye elvesznek egy olyan élményt az embertől, hogy 44 év után kijutunk egy EB-re, hogy nem tudok ott lenni egy norvég meccsen. Nem tudtam ott lenni egy Feröer meccsen. Ez a laikus emberek ez nem sokat mond, de nekünk, akik a futballon növünk föl gyerekkorunk óta, és erre tesszük fel az életünket, hogy futballisták legyünk, nekünk ez igenis nagyon sokat mond az, hogy ott tudunk lenni egy magyar válogatott meccsen, ott tudunk lenni egy olyan meccsen, ahol ki tudjuk szurkolni az EB részvételt, ami gyerekkorunk óta csak azon imádkozunk, hogy egyszer VB-n vagy EB-n kint legyünk, és most megadatik. Nekünk ez elég fontos dolog. A férfi állításait szerettük volna ellenőrizni. A budapesti nyomozó ügyészségtől azt kérdeztük, pontosan mivel gyanúsítják Cifrák Andrást, és emeltek-e vádat ellene. Az ügyészség írásban válaszolt. A 2015. szeptember 4-i Magyarország-Románia válogatott labdarúgó mérkőzést megelőző rendbontással kapcsolatban Cifrák Andrást csoportosan felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak büntettének megalapozott gyanújával hallgatta ki a budapesti nyomozó ügyészség. A nyomozó ügyészség a lehetséges fellelhető bizonyítékokat beszerezte, így a közelmúltban iratismertetés történt, a nyomozati eljárás vádemelési szakba került.
A házi őrizet kényszerintézkedés hatálya alatt álló gyanúsítottal kapcsolatban az esetleges vádemelés kérdésében a törvény szerinti határidőben hamarosan várható ügyészi döntés. Azt, hogy milyen bizonyítékokat szereztek be, nem tudni, mint ahogy azt sem, hogy a gyanúsított valóban papírpoharat dobott-e a rendőrök felé. Az ügyészség arra kérdésre sem adott választ, hogy eddig hány ember ellen indult eljárás a magyar-román meccs alatt történt rendbontás miatt, és hány szurkolót ítéltek el. Karddal támad családjára, majd a rendőrökre is egy Kántor Jánosi férfi. Hivatalos személy elleni erőszak gyanújával vették őrizetbe. Ez volt a Riasztás, műsorunkat újra nézhetik weboldalunkon, és ott vagyunk a Facebookon is. Viszontlátásra!